Nagy szeretettel üdvözöllek innen az Eiffel torony lába alól, de ez nem Párizs, hanem Indonézia fővárosa, mégpedig Jakarta. És itt láthatod, hogy van itt egy nagy Eiffel torony, próbálom úgy forgatni, hogy látszódjon a teteje is. Ez így nem annyira egyszerű. Na szóval, itt vagyok Jakartában, ahol tartósan 25 és 30 fok közötti a levegő, és egyébként ez majdnem 40-nek is érződik, ugyanis 80-90% környéki a páratartalom, úgyhogy látod, hogy hát nem éppen abban az outfitben vagyok, ahol, amivel itt februárban szoktam lenni Budapesten, és hát néha azért picit visszasírom azt a kellemes hűvöset, ami persze néha meg iszonyatos diderektető, de a viccet félretéve tényleg nagyon-nagyon meleg van, folyik rólam a víz, és elképesztően. Tehát ez az augusztusi meleget, amikor gyakorlatilag minden megy a klíma, és leolvad a tükör, ahhoz tudnám hasonlítani az itteni klímát és az itteni érzetet. A következő két hétben tehát itt leszek, és szeretnék majd beszámolni a tapasztalataimról, arról, hogy mi az, amit érdemes mondjuk egy magyar embernek, vagy egy európainak akár eltanulni az indonézektől, és mi az, amit meg biztos, hogy semmiképpen. Ugye, amit láthatsz, talán itt rá is tudok közelíteni, rengeteg sokan motoros, és amit ugye ki van írva ide az, hogy Eiffel, az pedig azt jelenti, hogy lényegében itt a városnak vannak olyan részei, ahol gyakorlatilag ilyen rezidenciák vannak. El vannak zárva, őrök védik, és nem azért, mert hogy hihetetlenül rossz a közbiztonság, de azért mégiscsak ezek a lakóparkok vagy lakótelepek azok picit még biztonságosabbnak, még őrzöttebbnek minősülnek így. Nyilván én azt gondolom, hogy tehát itt bent abszolút jól lehet sétálni, és nagyon szép is a környezet, talán így látszik a torony is, látszik az oldalt is a zöld területek, viszont bent a városban, hogyha kimegyek, és egyébként próbálok úgy fordulni, hogy látszódjon hátul a kapu, szóval ott van hátul a kapu, hogyha odáig elmegyek, és onnan kimegyek, akkor pedig egy tényleg nagyon nyüzsi, nagyon hihetetlenül zsúfolt, és gyakorlatilag hát én néha azért azt érzem, hogy kvázi élhetetlen a kinti élet, lévén, hogy rengeteg a motoros, rengeteg a képzeljétek el, hogy 17 évesen már adnak motoros jogosítványokat, és ugye nincsen tömegközlekedés, ezért gyakorlatilag mindenki motorral jár, meg hát persze autóval, de aki azt nem tudja beszerezni, annak a motor az egyetlen lehetőség. És hát nincsenek buszok, nincsenek villamosok, nincsen semmilyen közlekedési hálózat, legalábbis ezen a részen, ezért a motorok azok taxiként is funkcionálnak, és hát nem kivétel az, hogyha nem csak ketten, hanem akár hárman, négyen, vagy akár öten is ülnek egy-egy motoron, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas tényleg az itteni élet, és nagyon sok mindent lehet belőle tanulni. Például azt, hogy hogyan legyünk stresszmentesek, mert azért, hogyha az indonézekre valami igaz, akkor az mindenképpen, hogy hát az életet nem veszik annyira komolyan, mint ahogyan azt mi, de nagyon sok mindent meg nem érdemes tőlük eltanulni. Minden esetre ezzel szeretnék a következő két hétben jönni, és persze ne felejtsd el, hogy az élet nem áll meg, tehát ahogyan ezt a tegnapi üzenetemben is írtam, remélem, hogy a február neked is abból fog állni, hogy az eddigi nagy eredményeidet, amit 2019-ben elértél, most megduplázod, és ehhez még nagyobb elkötelezettségre, még nagyobb erőfeszítésre, tulajdonképpen erőfeszítésre nem is nagyon van szükséged, csak nagyobb hitre és elköteleződésre, és akkor ezt azt gondolom, hogy az erőfeszítéseid dupla annyit fognak majd érni, számítani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, és akkor hamarosan jelentkezem az újabb videókkal, próbálok úgy állni, hogy látszódjon valamennyire az arcom. Szóval várlak szeretettel, és folytatjuk a beszámolókat innen Jakartából, Indonézia fővárosából.